Kérem képviselőtársaimat, foglalják el helyüket, kezdjük be a mai munkát. Jelentkezzünk be. Csak hárma vagytok? Hol van az ágota? Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit, köszöntöm Nyikós Tamás járási hivatalvezető urat, vendégeinket. 12-en vagyunk jelen, ha jól számolok, tehát az ülés határozatképes. Magyar képviselő úr jelezte, hogy egy órával később fog megérkezni, most már 13-an vagyunk meg földi képviselő, és elfoglalta a helyét. A meghívó kihívásra kiküldése került, az alábbi módosításukra teszek javaslatot. A 10-es napirendi pont eredetileg a fúvós egylet kérelme lett volna, miután a vita rendeződött, így okafogyottá vált ennek a tárgyalása, tehát azt visszavonom. Helyére a már korábban kiküldött beszámoló méltányossági kérelet benyújtására irányuló polgármesteri intézkedésről az kerülne. Új 27-es névként a kormányhivatal, a Pest-Vármegyei kormányhivatal elhelyezésével kapcsolatos kérelmet tárgyalnánk. 28-as napirendi pontként képviselői indítványt gyalogátkelőhely létesítéséről. Ennek megfelelően a többi napirendi pontok számozása változik. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Nincs, akkor kérem, hogy ezzel a módosítással együtt szavazzunk most a napirendekről. Tizenkettő igennel. Elfogadva, akkor se stimmel. Akkor sem, mert 13-an vagy. 13. Tessék? 11, 12, 13. Bejelentkeztél? 13-an vagytok. Valaki nem szavazott. Aha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 és 12 szavazott. Jó. Újra próbáljuk. Jó, akkor szavazunk még egyszer, jó? Fehér István, Klément György, hogyha szavaz, akkor 14 igennel elfoglalva, így jó. Egyes napirendi pont, összefoglaló jelentés a 2023. évi belső ellenőrzésről. Köszöntöm a belső ellenőröket. Kiegészítést kívánnak-e az anyaghoz tenni? Nem kívánnak. A gazdasági bizottság és a pénzügyi ellenőrző bizottság is egyhangulag támogatta az előterjesztés elfogadását. Kérdezem, hogy hozzászólás, kérdés nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Most. Tizennégy igennel elfogadva. Kettes napirendi pont, 2023. évi költségvetés előirányzat módosítások, átcsoportosítások második fél év kapcsán ezt a napirendi pontot a Gazdasági Bizottság, Jogi Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is egyhangulag támogatta. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről most. Ivregi Timur, Klément György, hogyha szavazni fog, akkor ezzel együtt
14 szavazattal elfogadva. Hármas napirendi pontunk, zárt számadás, Cegléd város önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról. Köszöntöm Gulyás Csabát. A gazdasági bizottság, jogi és ügyrendi bizottság és pénzügyi bizottság mind a határozatot, mind a rendeletet egyhangulag támogatta. Kérdezem, Gulyás Csabát, kíván-e hozzászólni? Parancsolja. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtest, tehát a közvizsgáló jelentésünket kiadtuk. Véleményünk szerint a beszámoló az megbízható és valós képet ad az önkormányzat vagyoni pénzügyi jövedelmi helyzetéről, és elfogadását javasoljuk a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy kérdés, hozzászólás. Nincsen, akkor nincs akadály, hogy szavazzunk az árszámadásról. Ez volt a határozat, és akkor most a rendelettervezetről fogunk szavazni. Igennel elfogadva. Negyedik napirendi pontunk a 2023. évi maradvány elszámolás. Itt a gazdasági bizottság. A határozati javaslatot egy 5-ös ponttal kiegészítette. Kérem, hogy a kiosztott összesített jegyzőkönyvet nézzék. Az ötödik pont, amit javasolnak, hogy további 10 millió forint fedezetet biztosít a fentebb megállapított pénzmaradvány terhére a 2024. évi járdaépítési és járda felújítási pályázatok támogatására. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, akkor ezzel a kiegészítéssel teszem föl a határozati javaslatot szavazásra. Most szavazzunk. Szavazattal elfogadva. 5-ös napirendi pontunk, beszámoló Cegrédváros önkormányzatának 2024. első negyedévi pénzügyi helyzetéről. A gazdasági bizottság és a pénzügyi bizottság is egyhangulag támogatta az előterjesztést. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, akkor nincs akadály, hogy szavazzunk most. Szavazattal elfogadva. 6-os napirendi pontunk, közhasznú gazdasági társaságok 2023. évi mérlegbeszámolói. Gazdasági bizottság mind a három határozati javaslatot és a pénzügyi bizottság is mind a három javaslatot, határozati javaslatot egyhangulag támogatta. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Most három szavazás következik. Először a Cegrédi TV közhasznú non-profit Kft. Mérlegbeszámolóját teszem föl szavazásra. Kérem, hogy most szavazzunk. Igennel elfogadva. Most a Várbak beszámolóját, mérlegbeszámolóját teszem föl szavazásra. Kérem, hogy most szavazzunk. Igennel elfogadva, és most pedig a Kossuth Művelődési Központ mérlegbeszámolóját teszem fel szavazásra. Kérem, hogy most szavazzunk. 14 igennel elfogadva. 7-es napirendi pont, közhasznú gazdasági társaságok 2024. első negyedévi adatszolgáltatása. Itt is három határozati javaslatról kell döntenünk. Mindhárom határozati javaslatot mind a gazdasági bizottság, mind a pénzügyi bizottság egyhangulag támogatta. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, akkor egyes határozati javaslata TV adatszolgáltatásáról. Kérem, hogy most döntsünk.
14 igennel elfogadva, kettes határozati javaslat a Várbak első negyedévi tájékoztatójára. Most döntsünk. Hármas határozati javaslat a Kossuth Művelődési Központ első negyedévi tájékoztatására. Most szavazzunk. 14 igennel elfogadva. 8-as napirendi pont. Szegedi Városfejlesztési Kft. Intézkedési terve. Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság is egyhangulag támogatta az előterjesztést. Kérdés, hozzászólás? Nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról most. 14 igennel elfogadva. 9-es napirendi pont a 118/2024 április 18-i önkormányzati határozat végrehajtása alapján lefolytatott belső ellenőrzésről. Ez csak testület, ez bizottságok előtt nem volt. Kiegészítést kívánok-e tenni? Nem kívánok tenni. Kérdés? Hozzászólás nincs, akkor kérem, hogy a határozati javaslatról most döntsünk. 14 igennel elfogadva. 10-es, ez az új, ami a fúvosok ellen volt, ugye ez lényegében egy tájékoztató, illetve ennek a jóváhagyását kérjük. Korábban kaptunk felhatalmazást, hogy amennyiben két ülés között lépéseket kell tenni, azt megtehessük. Ugye időközben, amiről tájékoztattam a képviselőket, mert kiküldtük az ezzel kapcsolatos határozatot, szabálytalansági megállapítással zárták le az Ipari Park 2-es vizsgálatát, és ezzel kapcsolatban egy méltányossági kérelmet nyújtottunk be, ez idáig még erre választ nem kaptunk. Ezért kérem ennek tudomásul vételét a tisztelt testülettől. Itt tájékoztatom önöket, hogy hál' Istennek, én nagyon örültem, tegnap a NAV vizsgálói megjelentek a városban, itt a hivatalban, illetve a Városfejlesztési Kft. Irodájában, és a beruházással kapcsolatos iratokat lefoglalták és elvitték, tehát elindult végre ez a vizsgálat, már nagyon vártam, hogy végre tulajdonképpen elvégezzék ezt. Ugye emlékszünk, hogy én tettem feljelentést, amikor kiderült, hogy milyen szabálytalanságok történtek, és most ez a folyamat elindult. De térjünk vissza az előterjesztéshez, ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, akkor kérem, hogy döntsünk a határozati javaslatról most. 14 igennel elfogadva. 11-es napirendi pont, döntés Cegléd-város integrált településfejlesztési stratégiája felülvizsgálatának kezdeményezésével kapcsolatban. A Gazdasági Bizottság tárgyalta, egyhangulag támogatja az előterjesztés, egy határozati javaslat van előttünk. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás. Van-e? Nincs, akkor kérem, hogy most szavazzunk az előterjesztésről. 14 igen szavazattal elfogadva. 12-es napirendi pontunk, Cegléd zárt kert 9892/25 helyrajzi számú 131 négyzetméter területnagyságú kivett közforgalom elől el nem zárt magánút, tulajdonjogának ingyenes felajánlása az önkormányzat javára, illetve ennek elfogadása. A Gazdasági Bizottság egyhangulag támogatta az előterjesztést. Tessék? Csak köszöntöm. Ja. Kérdés, hozzászólás nincs, akkor kérem, hogy most szavazzunk a határozati javaslatról. 14 igennel elfogadva. 13-as napirendi pont,
átfogó értékelés a 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Humán bizottság tárgyalta, és egyhangulag támogatja az előterjesztés elfogadását. Tessék. Ugye ez egy széles kört felölelő vizsgálat eredménye, illetve azzal kapcsolatos tájékoztató. Mindazok, akik részt vettek ebben a munkában, csak köszönetet érdemelnek, ezúton a testület nevében köszönöm a munkájukat. Kónya Ágnes, tessék, képviselő asszony, jönni a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, köszöntök én is mindenkit. Én is csatlakozni szeretnék polgármester úr szavaihoz, és a köszönetet kifejezni mindazoknak a munkájáért, akik ebben a nagyon nehéz feladatban és nagyon sokrétű feladatban részt vesznek. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Más hozzászóló nem lévén kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról. Most. Igennel elfogadva, a 14. napirendi pontunk, rendelet tervezett a helyi zajvédelemről, valamint jogharmonizációs rendeletmódosítás. Két rendeletről fogunk szavazni. A gazdasági bizottság egyhangulag javasolta, és a jogi és ügyrendi bizottság is egyhangulag támogatta az előterjesztést. Ugye emlékszünk rá, már erről egyszer tárgyaltunk, csak a kormányhivatal ugye, részére jóváhagyásra föl kellett terjeszteni az elképzelésünket, illetve az ezzel kapcsolatos előterjesztésünket. Ezt a kormányhivatal nem kifogásolta, tehát nincs akadálya annak, hogy az előterjesztésről döntsünk. Kérdés, hozzászólás nincs, akkor először a zajvédelmi helyi szabályzata önkormányzati rendeletről szavazunk. Kérem, hogy most szavazzunk. Igennel, most pedig a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményéről szóló rendeletmódosításról most szavazzunk. Igen. 15-ös napirendi pontunk a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet újraalkotása. A gazdasági bizottság, jogi és ügyrendi bizottság és a humán bizottság is tárgyalta az előterjesztést, mindhárom bizottság egyhangulag támogatja azt. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás nincs, akkor kérem, hogy egy vadonatúj rendeletről döntünk most. Kérem, hogy most szavazunk. Igennel elfogadva. 16-os napirendi pont, egyéni képviselői indítvány. Tárgyalások kezdeményezése a MÁV tulajdonában lévő 1604/4-es helyezési számú területen átmeneti parkoló zóna kialakításáról. A gazdasági bizottság egyhangulag támogatta az előterjesztést. Kérdezem, képviselő asszony, kívánok szólni? Tessék parancsolni. Üdvözlöm a testületet. Igazság szerint nagy kiegészíteni valóm nincs hozzám. Ez egy hirtelen ötlettől vezérelt előterjesztés volt, és igazság szerint azóta átgondolva a legegyszerűbb megoldás itt volt éveken keresztül a szemünk előtt, és valahogy egyszerűen csak elsiklottunk fölötte. Én remélem, hogy mind a MÁV, mind pedig a lakosság úgy értékeli, hogy ez egy nagyon pozitív tárgyalási kezdeményezés, hiszen a körzetemet érintve, ugye a Fáy András utca, a Köztársaság utca egy része, ugye ez egy határvonal, ami ugye a kettessel határos, a Dugovics utca, ahol ugye
mindenki ismeri, hogy mennyire szűk az útkeresztmetszete az ott parkoló autók miatt, és az ott lakók számos olyan megkereséssel értek, hogy leginkább ugye hétköznapon nem tudnak bejutni a saját lakásukba, hiszen a hátsó szervíz után nincs mindenkinek garázsa, hogy beparkolhasson. Nem tudom, hogy a MÁV milyen formába fog hozzá viszonyulni. Eddig, ami visszajelzés jött, az mind pozitív volt. Tehát meglátjuk, hogy mi lesz. Itt szeretném elmondani a tisztelt hallgatóságnak, inkább a közvéleménynek, hogy plágiummal, ötletlopással gyanúsítanak egyes képviselőjelöltek. Ezt elutasítom, hiszen időről időre visszatér ez a kérdés itt, akár a közösségi oldalon, akár a testületi ülésen, hogy hogy tudnánk ezt megoldani. Ez egy ötlet volt. Utólag ellenőriztem az, hogy megvalósítható-e, hiszen kimentem a területre. Lehet, hogy nem a hármas számú választókerülethez tartozik a MÁV terület, de ez egy olyan döntés, ami a teljes város lakosságát érinti, főleg a környéken élőket. És azt sem szabad ugye elfelejteni, hogy több városból ingáznak ide hozzánk, tehát mindenkinek meg tudjuk teremteni a megfelelő biztonságot, légkört itt, ha ez megvalósulhat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rimóci képviselő úr kért szót, parancsolja. Köszönöm a szót, polgármester úr. Én is köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Először is el kell mondanom, üdvözlöm az előterjesztést. Örülök neki, hogy képviselő társam körzetében minden rendben van, és most már más körzetek problémáját is a nyakába veszi. Aki követte a munkásságomat, tudja, hogy az elmúlt 14 évben, mióta képviselő vagyok, mindennapos küzdelem, ez a parkolás kérdése. Minden évben tudtunk valahol a körzetbe bővíteni parkolót, hol a Rákóczi úton, hol a Táncsesmihály utcába. És ezt is annak idején elkezdtük tárgyalni, még a CVF-nek az előző vezetésével kezdett el tárgyalásokat a MÁV dolgozóival sikertelenül. Én nagyon bízok és nagyon drukkolok és támogatom, hogy most sikerüljön megoldani, hisz a körzetem legnagyobb problémája a parkolás, illetve a MÁV-nak a kicsi befogadó képessége a parkolónak, úgyhogy én csak támogatni tudom ezt az előterjesztést. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. László képviselőasszony. Engedje meg képviselő úr, hogy erre reagáljak. Tehát nem unatkozom, és nem kívánok a körzetébe belenyúlni, hiszen ez nem jellemző. De hagyd tegyek fel egy kérdést. Hogyha most hirtelen a MÁV területe az önkörzete, akkor az elmúlt 4,5 évben miért nekem hozzám jöttek azok a kérések, hogyha le volt fagyva a gyalogos felüljáró, hogy intézzem el? Biztos vagyok, hogy önhöz is ment. Szeretném megkérdezni, hogy akkor a Fidesz képviselőjelöltje miért kampányol az ön területén, amikor a hulladékszedéssel, hogy kosz van, szemét van. Emlékeim szerint polgármester úrral sikerült elérni azt, ez hogy nem napirendhez tartozott, jó. Hogy ne haragudja. Tehát nem nyúlok át, ezt egy város érintő kérdés, és én úgy emlékszem, hogy az volt, hogy a képviselők nem csak a saját körzetükért, hanem a városért is felelnek. Tehát ez egy javaslat volt. Én üdvözlöm az, hogyha sikerült önöknek korábban tárgyalásokat folytatni. Reméljük, hogy most tényleg, ahogy ön is mondta, hogy most talán lesz rá esély. Köszönöm szépen. Szerintem remélem, hogy nyelvet nem nyújtogatnak egymással, mert közben ilyen óvodás szintre kezd lesüllyedni ez a vita. Rimóci képviselő úr, tessék. Nem, csak ki akarom javítani egy picit. Képviselő asszonyt, azt nem mondtam, hogy a MÁV terület az enyém, én szerintem a MÁV terület senki, mert ott nem lakik senki, tehát ott nem lehet választott. Az a MÁV. Az a MÁV, nem, pedig a választókerületünk. Én azt mondtam, hogy az én körzetemben lakók nagy problémája ez, a parkolás. Tehát erről volt szó csak. Én nem azt mondtam, hogy az az ön területe, vagy az én területem a MÁV, az senkié. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. Röviden zárjuk, amikor képviselőszön benyújtotta ugye ezt a javaslatát, a bizottsági ülést követően tárgyaltam a MÁV helyi főnökségével, üdvözölték a javaslatot, nem zárkóztak el előle.
írásban is megtettem ezt a javaslatot, hogy kérjük, hogy alakítsunk ki ott egy parkolót, és arra tettem, azt kezdeményeztem, hogy, mert azt mondta a MÁV állomásfőnök úr, hogy felettesével konzultálni fog, és támogatólag fogja a levelemet továbbítani, hogy egy helyszíni bejárásnál fogjuk majd kijelölni az esetleges kialakítandó parkolót. Úgyhogy ezt a elnézést, de előre ezt a lépést megtettem. Jó, köszönöm szépen, más hozzászólás nincsen, akkor kérem, hogy a javaslatról, a határozati javaslatról szavazzunk most. Tizennégy szavazattal egyhangulag elfogadva, 17-es napirendi pontunk, Cegléd 137/19-es helyrajzi számú ingatlan értékesítése. Gazdasági bizottság az a határozati javaslatot, mely szerint értékesítjük versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül. Ugye ezt a javaslatot a szakmai előterjesztő megindokolta, tehát az a határozati javaslatot támogatta a gazdasági bizottság. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Nincs, akkor az a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Tizennégy szavazattal elfogadva. 18-as napirendi pontunk, Cegléd 8541/9/10/11 és /12-es helyrajzi számú ingatlanok értékesítése. A gazdasági bizottság az előterjesztés egyhangulag támogatta. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, akkor kérem, hogy most szavazzunk a határozati javaslatról. Tizennégy igen szavazattal elfogadva. 19. napirendi pontunk, Cegléd belterület 8998/1-es helyrajzi számú ingatlan értékesítése. A határozati javaslat kapcsán a gazdasági bizottsági ülésen egy módosítás történt. A határozati javaslat első pontja, mely szerint hatályon kívüli helyet visszavonja a 390/2022-es számú önkormányzati határozatát, és értékesíti, tehát a határozati javaslat többi része az változatlan formában marad. Ezt támogatta a gazdasági bizottság, és a jogi és ügyrendi bizottság is egyhangulag ezzel a módosítással támogatta a határozati javaslatot. Kérdezem, a kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk. Tizennégy igen szavazattal elfogadva. 20-as napirendi pontunk, Cegléd 9456/9-es, 9456/19-es és 9456/24-es helyrajzi számú ingatlanok értékesítése, kijelölése. A gazdasági bizottság az A határozati javaslatot egyhangulag támogatta. Kérdés, hozzászólás? Nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésről. Tizennégy igennel elfogadva. 21-es napirendi pontunk, Cegléd 4546 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntés. A gazdasági bizottság az A határozati javaslatot támogatta. Hogy osszuk meg a melléket vágyalad alapján az ingatlant. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, akkor kérem, hogy az A határozati javaslatról döntsünk most. Tizennégy igen szavazattal elfogadva. 22-es napirendi pontunk, Cegléd 5731/28-as helyrajzi számú ingatlan
értékesítése. A gazdasági bizottság a C határozati javaslatot támogatta, azaz, hogy ne értékesítsük ezt az ingatlant. Hozzászólás, kérdés nincs, akkor a C határozati javaslatot teszem föl most szavazásra. A 23-as napi rendi pontunk Cegléd 5731/20-as helyezési számú ingatlannal kapcsolatos döntés. A gazdasági bizottság az A határozati javaslat, nem az A-t, mert? Ja, ott van, igen, bocsánat. Az A határozati javaslatot támogatta egyhangulag. Kérdezem, Klément György, képviselő úr, parancsolják. Tisztelettel köszönöm a szót, polgármester úr. Nekem az az egy kérdésem van, hogy mivel nem nullával kezdődik a helyrajzi szám, most ez belterületnek minősül ott, vagy pedig elírás? Köszönöm. Mert ez volt a nem válasz az előzőnél is, már akkor fel kellett volna tennem a kérdést, mert nem nullával kezdődik, tehát akkor belterületről beszélünk, vagy külterületről? Az első mondatát az előterjesztésnek képviselővel olvassa, akkor abban az áll, hogy a mi tulajdonunkban áll Cegléd belterület 5731/20-as helyezési számú. De az elhelyezkedését ugye látva a területnek, ez okozta ezt az anomáliát. Hát gondolom, hogy megalapozottan írták le, amit meg... Jó, én ez a kérdésem erre irányul. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mert mint belterület sokkal többet ér. De hát akadémikus, mert úgy fogunk dönteni valószínűleg, hogy nem fogjuk eladni. Úgyhogy az A határozati javaslatot teszem föl most szavazásra. Tizenhárom igen, egy nem szavazattal elfogadva. 24-es napirendi pontunk a 2023. évi ingatlan üzemeltetés elszámolásának jóváhagyása. A gazdasági bizottság egyhangulag támogatta a határozati javaslatot, és javasolja ezt elfogadni a testületnek. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nincs, akkor kérem, hogy a határozati javaslatról most szavazzunk. Igennel elfogadva. 25-ös napirendi pontunk csatlakozás a 2025. évi Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndi pályázathoz. Ezt a pénzügyi bizottság és a humán bizottság tárgyalta, és egyhangulag támogatta mindkét bizottsága előterjesztést. Kérdés, hozzászólás nincs, akkor kérem, hogy most szavazzunk a határozati javaslatról. Tizennégy igennel elfogadva, 26-os napi rendi pontunk, beszámoló képviselő testület határozatainak végrehajtásáról, ez csak testület elé került. Kérdés, hozzászólás nincs, akkor kérem, hogy most szavazzunk az előterjesztésről. Tizennégy igennel elfogadva, ugye új előterjesztésként került a Pest-Vár megyei kormányhivatalnak, pontosabban a dr. Tajnai Jád főispán úrnak a kérése, melyből a kinti laktanya épületkomplexumból szeretnének kapni bérleményt. Én jeleztem a főispán úr megbízottjának, aki ezt a levelet személyesen hozta el nekem, hogy
úgy gondolom, hogy elvi akadálya nincsenek, előbb meg kellene osztani ezt a területet, tehát tiszta viszonyokat kellene teremteni. Ezért van az a határozati javaslat, hogy előzetesen kinyilvánítjuk azt, hogy a tulajdonunkban lévő a ingatlant ingyenesen közérdekű célra átadjuk a kérelmezőnek, és hogy utasítjuk a várvágot, hogy ezzel kapcsolatos technikai dolgokat kezdje el megvalósítani. Tessék, Ferenczi képviselő úr, frakcióvezető úr parancsolja. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt képviselőtestület. Nem ellenkezve a szándékkal, azt szeretném megkérdezni, hogy az ingyenes bérbevétel kifejezés az biztosan helyese itt, mert ugye a bérleti szerződés kötelező eleme a bérleti díj. Úgyhogy ami ingyenesen átadásra kerül, azt ilyenkor haszonkölcsön formájába szoktuk odaadni, még akkor is, hogyha ingatlan. Úgyhogy ha erre valakit esetleg tud választani, vagy esetleg jegyzőasszonynak van véleménye, azt megköszönöm. Ha esetleg egyezik az enyémmel, akkor legalább egy vaggyal tegyük bele, hogy ingyenesen bérbe vegye, vagy haszonkölcsön szerződés keretébe kerüljen átadásra, mert fel kellene vetni a haszonkölcsön szerződést. Ilyenkor ez a, bocsánat a szóért, szoktuk csinálni, nem bérleti szerződéssel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jogos, de jelenleg még nem aktuális maga a felvetés, hisz előbb, hogyha úgyis visszakerül ez a kérdés a testület elé. Ugye, amikor ez a... Tessék? Krisztián hátadó. Megértem. Krisztián válaszolja. Ja, Krisztián, akkor parancsolj, válaszolja. Én nem válaszoltam. Köszöntöm a képviselő testületet. A megkeresés, ugye történt egy egyeztetés is egyébként, tehát jelenleg ugye az A épületet, ami rajta van helyszínen, és rajta van, az bérlik. A kormányhivatal a kapott információk szerint irattárat bérelhet, tehát a B épület, amit B épület része, amit szeretnének, az továbbra is bérlet lenne, és az A épület résznél a földszinti része, amit irattárnak használnak, az bérelve lenne, az emeleti rész lenne kvázi térítésmentesen átadva. Ez a gondolat egyelőre ezzel az ingatlanokkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Parancsolja. Tudomásul veszem, csak amikor jön a tisztázó előterjesztés, akkor ahhoz vessük fel, hogy ez haszonkölcsön. Tehát ez a jogcím, ami ingyenes bérlet, az haszonkölcsön. Oké, köszönöm. Köszönjük a kiegészítést. Más kérdés, hozzászólás nincs, akkor az A határozati javaslatot teszem föl szavazásra. Igen, 28-as egyéni képviselői indítvány, hogy a Kőrösi úton létesítsünk zebrát köztemetőnél. Azért képviselő úrra tájékoztatom, hogy a Főkefe jó egy évvel ezelőtt keresett meg ezzel kapcsolatban. De akkor azt válaszoltam, hogy nem zárkózunk el előtte, csak a segítséget kértem, hogy pontosan jelöljék meg, mert ugye mozgáskorlátozottak közlekedéséről és az úton történő áthaladásáról lenne szó, de egy segítségünkre abban, hogy pontosan megjelölik, hogy hova kívánják ezt a választ azóta se kaptam. Most nem olyan rég, ismételten a Főkefe megkeresett, elhelyezést kért a városban, hogy munkavállalói részére, azt nem tudom, hogy ott megszűnt-e a telephely, megmondom őszintén, de azt sajnos azokat az igényeket, amelyeket ebben a kérelemben megjelöltek, nem tudtuk kielégíteni, mert olyan ingatlanunk nincsen. Ez az előzménye az egésznek, azért ezt el kellett mondanom. Tessék! Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Szeretném kiegészíteni akkor ezt az előzményt még egy kicsit. A polgármester úr előtt én már 2 vagy 3 évvel ezelőtt felkaroltam ezt a problémát. Én kértem meg, hogy keressék meg a polgármester úrat a Főkefe. És ez a tárgyalás valahol polgármester úr és a Főkefe között elakadt. De én 2 gondolatiságot szeretnék itt ezzel kapcsolatban föltenni. Egyrészt a köztemetőbe járók egy része, aki a Kőrösi út mentén próbál parkolni, ott a menetirány szerinti jobb oldal, tehát a vállalkozások
oldalában lévő parkolót használják parkolásra, és járnak át a temetőbe. Ezért a helyét is kijelölném, itt van egy kiskapu, erre a Kőrösi út irányába, itt a kiskapunál szeretném kérvényezni ennek a környezetében, ahogy a szabályok megengedik, vagy a szabályozás megengedi ezt a gyalogátkelő helyet. Tehát egyrészt, hogy biztonságosan tudjanak a temetőbe érkezők, akik leparkolnak mellett irány szerint jobb oldalba, átmenni, átsétálni a temetőbe. A másik, menetirány szerint jobb oldalban lévő vállalkozások, jelenleg is működik a főkefe, illetve vannak több vállalkozás még ott, onnan, hogy ha kiérkeznek akár kerekesszékkel, biciklivel a dolgozók, akkor át tudjanak menni dolgozni a kerékpárútról, a bal oldalról a jobb oldalba. Tehát ez a két dolog miatt. Nem tudom, hogy hol akadt el a tárgyalás a főkefe és a hivatal között, de ennek nincs is jelentősége. Azért hoztam ezt az indítványt, hogy akkor kezdjük el, terveztessük meg, és amikor a tervek meg lesznek, ez egy hosszú idő egyébként, hiszen magyar közutat is érinti, több szakhatóság bevonása szükséges, akkor utána a jövőre vissza tudunk térni a konkrét megépítésre, hogyha rendelkezünk már a tervekkel. Ezért kértem, hogy a tervezési lista utolsó pontjaként kerüljön az idei évben még megrendelésre, foglalkozzunk ezzel a témával, és akkor itt nincs az, hogy ki miatt nem indult el a történet, akkor most emiatt induljon el a történet, azt szeretném kérni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, meg fogjuk tekinteni. Azért alapvetően ugye a közvilágítás az, ami minden ilyen esetben kérdéses. Tehát valahova, ahol közvilágítás rendelkezésre áll, nem kell pluszba kiépíteni, mert az még jobban bonyolítja a dolgot. Alpolgármester asszony, parancsolja. Köszönöm szépen a szót, én is üdvözlöm a képviselőtestület tagjait. Szeretnék csatlakozni Károly Ferenc képviselőtársam előterjesztéséhez, hogy van-e lehetőség, hogy én is a Puskaporos utcán egy gyalogátkelő helyet szeretnék terveztetni. Lakossági megkeresés érkezett, hogy a Szép utcai óvodához csak az úttesten át tudnak a szülők közlekedni, és oda nagyon szükséges lenne egy gyalogátkelő hely a Szép utca sarkához. Terveztetés szintjén szeretnék csatlakozni ehhez a határozati javaslathoz. Hát ez egyebekbe tartozik szerintem. Szeretnék felirattatni a határozati javaslathoz, hogy a Kőrösi út köztemető melletti szakaszára és a Puskaporos utca Szép utcai óvodánál lévő szakaszára. Befogadod el esetleg képviselőtársam? Tessék! Köszönöm szépen a szót, befogadom ezt a kérelmet, és akkor így szeretném módosítani, hogy nem csak a Kőrösi út köztemető melletti szakaszára, Vesző, a Puskaporos Szép utca sarkon az óvodánál is nézzük meg ezt a lehetőséget. És a terveztetésbe akkor így kerüljön be ez a kettő helyszín. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Egyéb kérdés, hozzászólás nincs, akkor ezzel a Puskaporos módosítással teszem föl szavazásra a határozati javaslatot. Kérem, hogy most szavazzunk. Tizennégy igen szavazattal elérkeztünk a egyebekhez. A gazdasági bizottság két határozati javaslatot terjeszt a testület elé. Egyrészt javasolja a képviselő testületnek, kérje fel a Kossuth Művelődési Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, hogy a júniusi testület ülése számoljon be arról, hogy a céltartalék felszabadításához kötődő feladatokkal hol tart, mennyiben szükséges a feladatok megvalósításához kérjen forrást, tehát amennyiben. Kérdezem pénzügyi vezetőt, hogy mennyi pénz van a számláján a Kossuth Művelődési Központnak. Köszöntök én is mindenkit, jelenleg 110 millió... Nem halljuk. Köszöntök mindenkit, 110 millió forint van a számlájukon. Ez a hétfői egyenleg. Ferenc Szín, frakcióvezető úr, tessék.
Köszönöm szépen a szót, tisztelt közgyűlés, csak megvilágítva egy picit a gazdasági bizottság előterjesztését annak azoknak, akik nem voltak jelen. Ugye a céltartalék vonatkozásában a gazdasági bizottság dönt, ezért nem tetszettek látni a kapcsolódó előterjesztést itt. Ugye az volt az előterjesztés tartalma, hogy a céltartalék szabaduljon fel, és ez a 6 millió forint kerüljön át a művelődési házhoz. Viszont az egyik feladat az a 660. jubileumhoz tartozó kiadvány. Ugye ezt a jubileumot már megünnepeltük, és a kiadvány nem lett kész. Végül is az egész évben tart a jubileum, még kész lehet. De azért jó lenne tudni, hogy hol tartunk. Az elsődleges célja a gazdasági bizottságnak nem az volt, hogy erre többletforrás biztosítson. Ha majd bejön az előterjesztés, utasíthatjuk az ügyvezetőt, hogy saját forrásból tegye hozzá azt, amire még szüksége van. De akkor lássa a testület, hogy mi történik ebben a két feladatban, amit tulajdonképpen a költségvetésbe helyezett sorral feladatszabásként rendelt az ügyvezető felé. Tehát a jubileumi kiadványt és az október 23-ai ünnepségre Walter Kálmánnak a hangversenyét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. De azért azt tegyük hozzá, hogy ezek mind nem kötelezően ellátható feladatok sorába tartozik. És hát, ahogy frakcióvezető úr mondta, majd meglátjuk, hogy a beszámoló alapján kell-e valamilyen kiegészítést adni, illetve lesz-e plusz forrás erre. Akkor most visszatérünk a 137/2024-es 5.-14. gazdasági bizottság határozatához. Most döntünk erről, kérem, hogy most szavazzunk. Képviselőasszony Alek, 12 igen, két tartózkodással elfogadva. Volt még egy javaslat a gazdasági bizottságnak, javasolja a képviselő testületnek, hogy rendelje el a Szegedi Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének egyes sorai végrehajtása érdekében a dologi kiadások, utak és járdák állagmegóvása, keretszerződés előirányzat felhasználása tekintetében a 38/2024. évi 2.-15. önkormányzati határozatban rögzített feladatra hangsúly azonnali végrehajtását a 17. pontig. Köszönöm szépen, ez nyilvánvalóan csak akkor, hogyha forrás a rendelkezésre és a működésünket nem veszélyezteti, ahogy a vonatkozó jogszabályokban szerepel. Kérdés, hozzászólás? Nincs, akkor kérem, hogy most szavazzunk róla. Igennel elfogadva, és még egyebekben még egy határozati javaslat van, ami helyben lett osztva, hogy felülvizsgálja a képviselőtestület a 6/2020-as február 20-i számú rendeletét a járdák építésének és felújításának támogatásáról annak érdekében, hogy a rendelet alapján megítélt támogatás összegének 50%-a vonatkozásában támogatási előleg igénylésre kerülhessen sor. Az én javaslatom volt, mert több idősebb és hát nehéz sorsú, kevés forrással rendelkező honfitárs keresett meg azzal, hogy nem tudják megelőlegezni a járdaépítéssel kapcsolatos költséget, ezért nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel. Így ezzel a előleg biztosításával ezek a honfitársaink is csatlakozni tudnak a járdaépítéshez. Fejér István képviselő úr. Köszönöm a szót. Tiszteltel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Van egy kérdésem, hogy ez automatizmussá válik, ha ez a szavazás most megtörténik, tehát mindenki számára tudunk ilyet biztosítani, vagy valamilyen feltételeket szabunk ehhez. Köszönöm szépen. Nyilvánvalóan nem automatizmus alapján, hanem valamilyen vizsgálat fogja megelőzni ezt az egészet. Ennek majd ki kell a tényleges formáját dolgozni. Más kérdés, hozzászólás nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk a javaslatról most. Igennel elfogadva,
Következő két tájékoztatóról kell dönteni. Egyrészt alpolgármester asszonynak a elmúlt időszakban a munkájával kapcsolatos előterjesztésről. Kérem, hogy most szavazzunk. Tizennégy igen, most a polgármesteri beszámolóról kérem, hogy most szavazzunk. Tizennégy igen. Kérdem, egyebekben a döntést igénylő felvetés, kérdés van-e? Nincs. Tessék? Nincs, akkor zárt ülés. Akkor a nyílt ülést bezárom és zárt ülést. Tessék? Kérdem, mondtam, hogy kérdés. Tessék, ifjú Károly Ferenc. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Nem tudom, a csapatnak van-e tipje, hogy mi a témám, amiért felszólaltam. Török Ignác utca. A lakossági fél órában már történt ilyen képi bemutatás, ma én is ilyen vizuális formában érkeztem, úgyhogy én is mutatok képet. Szeretném a figyelmébe ajánlani mindenkinek, ez a Török Ignác és a Nádasdy utca sarkon lévő átvett, kijavított csatornaszem állapota. Mindjárt odaadom polgármester úrnak. Ez pedig a temetőnél lévő kerékpártámasz, ami 1-2 centis, hát nem betonban, hanem nem tudom, mi belettéve, mert ez így ki van dőlve. A kerékpár támasztó a temetőnél az egy ilyen 20-30 centi mély földbe elsüped az ember, ahol megpróbálja a bicikliét letenni, tehát ott már annyi nem volt, hogy esetleg ide tennénk valamit alája, vagy ez egy ilyen földbe, és így kidől magától a kerékpár támasz. Folyamatos kérdés-válaszban vagyok levelezésben polgármester úrral, és tegnapi napon megkaptam az utolsó kérdéseimre választ. Szeretnék idézni a válaszok közül, és lenne néhány kérdésem ezekhez. Tisztelt képviselő úr, letetszik én itt a válaszában egy másfél oldalon keresztül a válaszokat. Egyes pont. Az átadás átvétel lezárásának időpontjában a vállalkozási szerződésben szereplő műszaki tartalommal és minőséggel rendelkezett az út. Kérdezem, tényleg? Ez volt kiírva? Szeretném megismerni a tartalmát, hogy mi volt kiírva. Az első kérdésem így szól. Kettes pontban válaszol polgármester úr. Nem olvasom végig, azt mondja, a mintavételezést a kivitelező végeztette. Kértük, hogy annak időpontjáról tájékoztasson minket, de ezt nem tette meg. És akkor mi van? Hogyan tovább? Hogy lett így elfogadva? Kérte az önkormányzat, az meg nem tette meg, és akkor közben kiállításra került a teljesítésigazolás. Júj. Háromas pont. A jegyzőkönyvezett hibák visszaellenőrzése folyamatosan történt, eljárás lezárásának időpontjában nem állt fent hiba. Elnézést kérek, nem igaz, hazugság. Bocsánatot kérek. Mi az, hogy nem állt fent hiba? Most mutatom. De tudok mutatni még számtalant, tehát végig sétálhatunk. Ötös pont. Azt tetszik válaszolni, polgármester úr, a csapadékvíz elvezetés a terveknek megfelelően elkészült, visszaellenőrzése a tervek alapján történt. Az utólagosan elkészült csapadékvíz megvalósítását követően kialakult helyzet kezelésére további egy folyóka kiépítése látszik még szükségesnek. Na akkor most a tervek alapján megtörtént, vagy további folyókákat szükséges még építeni? Hatos pont. A teljesítésigazolás kiállítására május 3-án került sor. Akkor mindezek ellenére, mindezek ismeretében polgármester úr aláírta a teljesítésigazolást, mert hogy ezt tetszik nyilatkozni. A többi részét is ennek olvasa, legyen szíves, hogy... Mindjárt akkor az egész levelet is felolvashatom. Mindjárt felolvasom az egészet, ha azt tetszik gondolni, de közre is adhatjuk.
Pénzügyi teljesítés meg fog történni, azt tetszik írni itt a legvégsőbe. Ahogy a polgármester úr le is írta, akkor megfelelő, meg elfogadható, meg átvehető, már át is vette, mint ahogy le is írta ebbe a levélbe, többször is jár erre, tehát tetszik látni, ismeri, és ki is fizeti. Hát ez számomra még mindig elfogadhatatlan, ez a projekt, és nagyon szomorú vagyok. Én nagyon szerettem volna ezt a projektet. Nagyon boldog volt, amikor kiírták a pályázatot. Nagyon örültem, amikor a Töreking Nácoca bekerült. Nagyon boldog volt, amikor kiderült, hogy akkor nyert a pályázat. És amikor a vállalkozó elkezdte a munkát, akkor is nagyon boldog voltam, oda mentünk forgatni egy kis filmet. És nagyon boldogan jelentettem be, hogy hip-hip hurrá, hölgyek, urak, elkezdődött a munka, alig vártam már, hogy beszámolhassak a végéről. Na, eddig tartott az öröm egyébként, mert hát onnantól csak, de tessenek végig menni bárki és megnézni, tessenek végig sétálni az Alszegi út sarokról a köztemetőig. Ha azt mondja bárki, hogy ez jó, azt nem tudom, akkor nem egy félre szemüveget hordunk, vagy nem tudom, én a lakosságtól napi szinten kapom. Nem a heppem, hogy én most ezzel szórakozzak, de szerintem ezt a beruházást ebben a formában így átvenni, kifizetni, hát akkor ki kéne javítani azokat a dolgokat, amiket jeleztek. Ha meg át lett véve, mert hogy teljesítésigazolás ez a tájékoztató szerint vagy aláírásra került, és meg fog történni a kifizetés, akkor a garanciális hibákba tessék szíves végigmenni, és akkor elkezdeni végignézni. Én át is adom a polgármester úrnak ezeket a fotókat, és tessék megnézni, hogy ez így tényleg helyén való-e. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nem kell a fotók, mert számtalan alkalommal voltam kint. Ugye még a kivitelezőkkel is, a műszaki ellenőrrel is decemberben végig jártunk, és amit elfelejtett felolvasni a képviselő úr is, ez a lényeg. Ugye a közbeszerzési törvény alapján, amikor kiírtuk a közbeszerzést, akkor kötött pályára raktuk az egész beruházást, aki a legolcsóbb ajánlatot adta, azzal kellett megkötnünk a szerződést. Tehát itt nagy mozgásterünk nem volt. A elkészülést követően a vállalkozói szerződés szerint a megrendelő nem tagadhatja meg a beruházás átvételét a létesítmény olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kiavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. Így szól a polgári törvénykönyv, és ez került bele a vállalkozói szerződésbe. Tehát akkor, amikor azt mondtam, hogy egy kicsit kötött pályán vagyunk, mert azért a rendeltetésszerű használatot az ön által bemutatott dolgok nem akadályozzák, folyamatosan a javítások meg fognak történni ezzel kapcsolatban, de ez egy nagyon fontos kitétel, és jellemző, hogy ezt kifelejtette képviselő úr akkor, amikor a válaszlevelemet ismertette. De szerintem hallgassuk meg a megbízott ügyvezetőt a kérdés kapcsán. Köszönöm a tisztelt testületet. A tervek azok rendelkezésre állnak, azt szerintem még a mai napon megküldjük a képviselő úrnak átvizsgálásra. A kerékpár támaszhoz visszatérve, tehát a műszaki ellenőrre, a válaszok a műszaki ellenőrre történt egyeztetés után kerültek megfogalmazásra, tehát a műszaki szempontból mindent a műszaki ellenőr tud megmagyarázni, valamint megválaszolni. A műszaki átadás és átvétel napján azt igazolni tudom, hogy a kerékpár támasz az állt. Azóta mi is észrevettük, képviselő úr is jelezte, hogy kidőlt, jeleztük a kivitelezőnek. A kerékpár támaszok alatti földterület, azt kell mondanom, hogy ez egy tervezési dolog, tehát így lett megtervezve, tehát így lett megrendelve, tehát maga a terv sem kezelte a kerékpártámasztóknak az altalajának a rendezését. A csapadékvízelvezetésnél, tehát ott történt egy utólagos megrendelés, ahol az alaptervet készítő cég megtervezte a csapadékvízelvezetést, ott a nagy eső után mi is láttuk, hogy a kanyarban továbbra is megáll a víz, és ott született az a döntés, hogy további szerződésmódosítás nem történik már sem a tervezővel, sem pedig a kivitelezővel, hanem majd az az önkormányzat saját hatáskörben egy 2 méteres folyók a kiépítésével kívánja rendezni.
Köszönöm szépen, és természetesen ugye a kivitelező jótállási biztosítékot is köteles letétbe helyezni, mindaddig, amíg ezt nem teszi meg, addig kifizetés nem történhet. László Ágnes képviselőasszony. Ja? Hát jó, tessék akkor. Köszönöm szépen a választ, igazgató úr. Itt csak szeretném felhívni akkor majd a figyelmet a jövőben, hogy elkerüljük ezeket az ilyen dolgokat. Nem tudom, most az eredeti tervet ki intézte, ki volt azért a felelős, most nem személy szerinti neveket szeretnék, csak hogy jövőben kerüljük ezt el. Hogyha megépítünk egy ilyen projektet, és teszünk oda a kerékpár támasztókat, akkor annak legyen megfelelő alapja, meg legyen alatta ne 30 centi föld réteg, hanem akkor valami betont, vagy térkövet, vagy valamit tegyenek alá. A másik, amit szerettem volna reagálni, ügyvezető úr mondtad, hogy megterveztettétek a csapadékvízelvezetését ennek a kanyarnak, és ennek megfelelően pótmunkával lett ugye elvégezve ez a rész, ami nem sikerült. Hát aki megtervezte, az hogy tervezte ezt most meg? Bocsánat, ez most ilyen költői kérdéseket teszek fel, de most plusz munkába rendeltünk el, pluszban lett megterveztetve ennek az egész, és ez a plusz munka, plusz tervezés se sikerült. Hanem most majd az önkormányzat saját szervezetén belül most megoldja a feladatot. Nem teljesen értem ezt. Figyeljünk oda a jövőben az összes ilyenre. Mert ez így szerintem a pályafutásom alatt a városban az egyik legrosszabbul sikerült projektek közé tartozik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Erre is érvényes, ugye a szakember tervezte, tehát nem az ügyvezető úr, nem én terveztem. Nem a hivatal tervezte, hanem közbeszerzés alapján a vonatkozó jogszabályokat betartva lett kiválasztva a tervező. Ehhez nem tudunk mit hozzátenni. Akkor mehetünk tovább, László Ágnes képviselőasszony. Én érdeklődni szeretnék mert szerintem már mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a Fűtőház utcáról ellopták az újonnan kihelyezett kamerát, és van-e lehetőségünk pótlásra, vagy kell hozzárendelnünk plusz forrást, illetve van-e lehetőségünk arra, polgármester úr, hogy egy közös egyeztetést folytassunk a rendőrkapitány úrral. Ahogy már korábban is felvázoltam, a Szűstelepen tapasztalható, néhány hónapja tapasztalható a normális lakóknak a vegzálásával történik folyamatában frissen beköltözött lakók által, aminek most már szerintem véget kellene vetni. Nem most már, hanem meg sem kellett volna történnie. Tehát itt ott járunk, hogy gyerekeket zaklatnak. És én ebbe szeretném kérni a Ceglédi Rendőrkapitányság segítségét önáltal, illetve hát akkor arra a válasz, hogy tudjuk-e pótolni a kamerát a Fűtőház utcán, mert ez nagy szolgálatot tett az elmúlt időszakban, legalábbis december 22-e óta, mióta ugye üzembe lépett, nagy segítség volt a közbiztonság fokozására, hát ugye most ez így nem működik. Köszönöm szépen, nekem annyi információm van, hogy talán a tettes az nem is kerül beazonosításra? Tessék, irodavezető úr, parancsolja. Tisztelt képviselő testület, tisztelt képviselőasszony, valóban mióta kihelyeztük a Fűtőház utcai kamerát, már kétszer rongálták meg. Először még tudtuk javítani, de most a legutóbb már teljesen leverték mind a két kamerát. Magá a kamera rögzítette a tettes, de éjszaka kapuszniba volt a rendőrségnek, átadtuk a felvételeket, a nyomozás az jelenleg is zajlik. Vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a kamerát visszahelyezzük, de nem oda, hanem az ott lévő korábbi óvoda, most majd autista háznak a tetejére kívánunk egy olyan tartószerkezetet elhelyezni, amit nem lehet megrongálni a későbbiekben. A költségvetésben van fedezet jelenleg a térfigyelő kamerák bővítésére, annak a terhére tudjuk pótolni, hogyha a számokat látjuk pontosan, hogy mennyibe kerülne. De úgy tudjuk elhelyezni, hogy azt a területet
belássa, amit a mostani kamerák... Ez majd kiderül a vizsgálatok során, de úgy fogjuk elhelyezni, úgy szeretnénk. A másikre azt tudom mondani, hogy jövő héten egyeztetünk, és időpontot kérek a kapitány úrtól, és akkor együtt elmegyünk. Köszönöm szépen, Kónya Ágnes képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Én több ügyben is segítséget szeretnék kérni. Az egyik a körzetemben, főleg a kertvárosi részen a járda ellátottság az rettentő hiányos, és most már nagyon sok lakossági jelzés érkezett, hogy nem igazán sikerül az ingatlanok előtt azt a területet biztosítani a tulajdonosoknak, ahol a járdának, mint gyalogos útforgalom lebonyolítására szükséges területnek kellene lenni, és én ebben szeretnék segítséget kérni, hogy a közterület felügyelők járják már végig, és szólítsák fel azokat a lakókat, akiknél ez nem működik. Tényleg van, ahol gyönyörű szép kertet alakítottak ki a járda helyén, meg minden, de gyakorlatilag ugye eddig nem volt annyira szembetűnő ez a probléma, ugyanis amikor kevesebben laktak még itt a kertvárosban, meg kevesebb autó volt, akkor az úttesten a közlekedés viszonylag jól működött, de most ez megváltozott, és nagyon-nagyon megnőtt az autók száma, a sebesség és az ezzel kapcsolatos problémák, úgyhogy én egyik problémaként ezt szeretném felvetni és kérni ebben segítséget. De arra vagyunk képviselő azt, hogy mi a konkrét kérés? Konkrét, nem, összekötő igen, út, Bajza utca. Nem, de hogy mit vizsgáljanak a az, hogy a a lakók, az ingatlan tulajdonosok, ahol nem teljesítik azt a kötelezettséget, hogy egy méter szélességben a járda felületet lehet, hogy nem szilárd burkolatta, de legalábbis járhatóvá kell tenni. Tehát van itt olyan hely, ahol kertet építettek oda, van olyan hely, ahol felszedték a járólapokat, és lehet, hogy építkezés volt valamikor, vagy valamit bevezettek, de nem állították vissza, illetve van, ahol tényleg abszolút csak egy dzsumbúj van. Tehát ezeket gondolom végig kell járni, le kell fotózni, fel kell szólítani az illetőket. Nagyon-nagyon sok helyen van ilyen. Úgyhogy ezt én szeretném kérni, illetve egy másik probléma, ami állandó probléma, a csíkos szél. A lakók most is folyamatosan naponta, másnaponta keresnek azzal, hogy az úton olyan por van, olyan sebességgel közlekednek még így a földes úton is az autók, hogy élhetetlen teljesen a környék, és a csíkos szélen található ároknak a tisztítását is én szeretném kérni, főleg a Kőrisfa utcától a Tömörkény utca felé, ott annyira benőtték már a növények, hogy gyakorlatilag teljesen eltömítették ezt a részt, illetve az összekötő útra még visszatérve egy pillanatra, itt a lakók jelezték nekem, hogy az ABC előtti parkolóban éjszaka viszonylag nagy forgalom van, főleg hétvégén, és ők úgy gondolják, hogy ez egy nagyobb rendőri figyelmet érdemelne, úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy ott, ha lehet, akkor tartsanak már ellenőrzéseket. Illetve az utolsó, ami szintén egy nagyon nagy probléma, és az elmúlt testületi ülésen is én már szóvá tettem, a középúton levő fekvő rendőr kaptam, és polgármester úrtól választ, amiben ugye a jelző festését kértem ezeknek a fekvő rendőröknek. Abban az a válasz volt, hogy majd májusban, hogyha elkezdődik egyszer a útburkolati jeleknek a felfestése, akkor ez talán sorra kerülhet. Én nagyon szeretném kérni, hogy ezt mivel a körzetem ugye a 9-es, és ezek a munkák általában a sor végén vannak ugye a körzet számok szerint, hogy ezt vegyük már előre, mert annyira beleolvadnak ezek a fekvőrendőrök a középúton az aszfaltba, hogy gyakorlatilag akármennyire figyel az ember, hiába van kinn a tábla, akkor is annyira szinte észrevehetetlenek, és egyébként én úgy gondolom, hogy egy kicsit túl lett ott tolva a fekvőrendőr, mert főleg az első az olyan nagy bukkanóként éli meg az ember, hogyha 10-nel megy rajta keresztül, akkor is majdnem kiesik az autóból. Úgyhogy ha lehet, akkor ezt a felfestést legalább annyira sürgessük meg, hogy minél hamarabb legyen meg. És mindenhez kapcsolódik, hogy
Igaz, hogy Petrezselyem Gábor ezt megjósolta nekem, meg nekünk, hogyha a fekvőútra kikerülnek a fekvőrendőrök, akkor a forgalom át fog helyeződni a szomszédos utcákra. Nos, ez megtörtént, és a Kadar utca és a Görbe utca lakói már itt egy aláírás sorozattal és kérelem sorozattal jöttek hozzám, hogy próbáljunk valamit tenni, ugyanis így a középútról a Kadar utcára tevődött át a forgalom, ugyanúgy a Száguldás megy, ugyanúgy a Görbe utcára, egyébként ugye mivel az egy keskeny utca, és a lekanyarodásoknál ez a megnövekedett forgalom, ugye sok-sok autó ugye éppen egyszerre akar majd kanyarodni, ugye kis ívbe jobbra, meg nagy ívbe balra, és ott már a járdáig tart fönn a forgalom, meg tipornak le mindent, és ott az utcák végén elsőbségadás tábla van, de kérték, hogy ha lehet legalább legyen egy stop tábla, ami igazából egy kötelező megállásra kényszeríteni az autókat, mert nagyon sokan már a Ne felejts utcai kereszteződésnél is, és szinte lassítás nélkül mennek át, és természetesen ehhez akkor kérném szépen azt is, hogy ha lehet, akkor a rendőrség segítsen nekünk annyiban, hogy ott mérjenek sebességet, és felügyeljék egy kicsit ezt a részt, mert nagyon élhetetlenné vált ez az út. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Emlékeim nem csalnak, képviselőasszony kezdeményezte, hogy a fekvőrendőröket lerakjuk. Ez az egy. A másik, a költségvetés tárgyalása során a testület úgy döntött, hogy a Várbagnál ezekre a festékekre vonatkozó forrásokat elvonta. Tehát én ugye pont az elmúlt napokban kértem a Várbag vezetőjét, hogy mérjék fel mindenféleképpen, hogy hol szükséges nem csak a fekvőrendőrök esetében, hanem a zebrák esetében is a festések felújítását, és készítse el ennek a költségvetését, és majd valamilyen forrást erre kell kerítenünk meg, hogy ez közlekedés biztonsági. A rendőrségnek tudom jelezni, és mindig is szoktam jelezni, hogy ilyen kérések vannak. Mindig is válaszolnak, és ki is szoktak időnként menni egy-egy helyre sebességet mérni. De hát nyilvánvaló ez a közlekedési kultúránk része. Mindaddig, amíg ebben nem leszünk fegyelmezettek, addig ez egy meddő harc lesz szerintem. Tessék, Kunyi Ágnes képviselő. Köszönöm szépen. Én, polgármester úr, nem én kezdeményeztem, hanem az ott lakók kezdeményezték, csak rajtam keresztül, mert hogy én vagyok a képviselőjük, meg úgy gondolom, hogy nem csak rajtam keresztül, ugyanis voltak itt közmeghallgatáson is az utcából lakók, akik ezt az igényüket és kérésüket tolmácsolták, úgyhogy most én úgy gondolom, hogy ezt nem hiszem, hogy az én hajamra kellene kenni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Takásné Győre Anett. Köszönöm szépen a szót. Balcsi Zsilinszky játszótér. Már sokat gyára volt itt, és egy darabig talán azt lehet mondani, hogy szünetelt. Megint kezdvelt lett a, nem tudom, a hajléktalanok számára ez a kígyó nevezetű játszóelem, és most is jelezték, már meg is történt az elhárítása, hogy belepiszkítottak. Egy darabig, nem tudom, a polgármester urat szeretném megkérni, hogy a polgárőrökkel vagy rendőrökkel lehet esetleg tárgyalásokat kezdeményezni, hogy megint egy kicsit járőrözzenek arra, vagy nézzenek rá este. Hát, ha ez távol tartja. Egy darabig tényleg működött, és nem volt. Most egyre kedveltebb játszótér lesz, ahogy a meleg beköszönt, mert ugye a legárnyékosabb, és viszont így most már kezdenek elbizonytalanítani a szülők is, mert ezért az nagyon nagy probléma. És ha már játszótérnél tartunk, én csak szeretném megkérdezni Gúj Katalát, én kértem a közmű a lámpák bővítését úgy, hogy az oszlopokra ne csak egy lámpatest legyen, hanem kettő. Elég sötét lett a park ezzel az új ledes világítással. Sokkal sötétebb lett, mint volt, hogy esetleg ebbe történt-e előrelépés, hogy a másik irányba is megtörténjen egy világítótest felszerelése. Ez lenne az egyik kérdésem. A másik, másfelé kanyarodva a kátyúk. Jeleztem ezt is, azt hiszem nem polgármester úrnak, hanem egyenesbe várva a Kft.-nek. Egy hatalmas kátyú van az Árpád utcán, ami
nem tudom majd mikor jönnek azzal, hogy a kocsikerekek itt tört, mert elég mély is, ami a piac, vagyis a Selyem utcára, a Táncsics iskola felébe kanyarodva található, hogy mikor kezdődnek el a kátyúzási munkálatok. Az előbb beszéltünk ugye az előző napirendnél, az úthit keretnél, hogy amennyiben forrás lesz. Szeretném kérdezni, hogy lezárult-e a közbeszerzés, történt-e szerződéskötés a vállalkozóval, illetve milyen összegű forrás található erre, hogy kezdődhetnek meg, és meddig tudunk esetlegesen így már mi tudunk számolni a prioritási listákba, mert ha jól tudom, a kátyúzást követően indul meg a listának a megkezdése, vagy a listán szereplő munkálatok megkezdése. És ennyi egyelőre. Nem tudom, hogy erre kaphatnék-e választ. Köszönöm szépen. A játszótéri incidens kapcsán azt a tájékoztatást tudom adni, hogy a kihelyezett kamerák detektálták a elkövetőt, a vélhető elkövetőt, a rendőrségnek a képekkel együtt át lett adva, tehát kvázi egy feljelentést tettünk ezzel kapcsolatban. Nem tudom, hogy éjszaka a közterületfelügyelők nem járnak, tehát éjszakai műszakjuk nincsen. Legfeljebb a rendőrségnek kérhetjük, hogy időnként nézzenek már arra, de hát bízom benne, hogy sikerül azonosítani az elkövetőt, mert nem hiszem, hogy több személyről van szó. Ez egy személy lehet, és akkor ezt talán meg tudjuk oldani. A kátyúkkal kapcsolatban kérdezem irodavezető urat, hogy mi a helyzet a keretszerződéssel, meg a világítással. Tisztelt képviselő asszony, ugye azt beszéltük, hogy az utolsó két oszlopra akkor teszünk két kart, és azon két darab lámpa lesz. A lámpák és a lámpakar is itt van, tehát már megjött az önkormányzathoz, úgyhogy szerintem nyár elején az felszerelésre kerül. Az útjárd a keretszerződést a tegnapi napon írtuk alá a vállalkozóval, és egyből ki is lett adva egy 10 millió forintos kátyú megrendelő, úgyhogy véleményem szerint az Árpád utcai kátyúzás is talán a jövő héten már megtörténik. Hát magában a keretben az egy nettó 254 millió forintos keret áll rendelkedésre, de ugye az egy tervezett keretösszeg, az majd a likviditási helyzet alapján függvényében lesznek aláírva a megrendelők. Most ugye a 17, most elfogadta a testület, hogy az első 17 prioritási listával szereplő munkát meg kell rendelnünk, annak a felmérés elkezdődik, szerintem egy 2-3 hét, és utána folyamatával lehet aláírni a megrendelőket a forrás függvényébe. Köszönöm, képviselőasszony. Köszönöm szépen. Akkor polgármester urat kérem, hogy vagy kérdezem polgármester úrtól, hogy a vállalkozóval történt-e valami tárgyalást. Tudom, hogy de most még így megragadom a kérdésekben, hogy ezt annál a napi rendnél kellett volna, hogy egyáltalán, mert ugye köztudottan tudjuk, hogy amennyiben nem kap a vállalkozó munkát, akkor máshova helyezi át a munkaterületét, valószínű elvonult Ceglédről, és akkor megint nem tud visszajönni, amivel megint késlekedünk, és most már májust írunk megint, úgyhogy majd még ezt követően kezdjük a megrendeléseket, tehát a kátyúzást követően meg fog-e kezdődni ez a prioritási listának a megrendelése, vagyis az azon lévő munkálatok megrendelése, mert a vállalkozó elmegy, és akkor megint ott fogunk járni, ahol az elmúlt években is, hogy majd lassan télközettével kezdődik meg. A vállalkozóval történt-e ez egyeztetés egyáltalán ezzel kapcsolatosan, hogy tudja a munkaerőt biztosítani? Köszönöm. Köszönöm, ez a rendelkezésre álló forrás kérdése. Ha rendelkezésre áll a forrás, akkor tudunk megrendelést adni. Ugye a keretszerződés megkötésre történt, én bízom benne, hogy majd ha a likviditásunk lehetővé teszi, akkor haladhatunk előre. Köszönöm szépen a rendelkezésre. Csak az érdekes, hogy minden költségvetéskor van egy előző évi áthozott maradvány, legyen ez a csapadékvíznél, tehát valahol csak én mégiscsak azt érzékelem, hogy a forrás ott van, csak nem használjuk fel időben. Köszönöm. A képviselő asszonynak nagyon jó kell tudnia, hogy ezek a maradvány összegeknek a túlnyomó többsége az kötött maradvány. Tehát például vagy pályázati pénzhez kapcsolódik, vagy már folyamatban lévő beruházás fedezetét képezi, tehát a szabad áthozott maradvány az minimális, és abból ott önök is költöttek már. Tessék, Klément György, képviselő úr.
Én is köszönöm a szót, polgármester úr. Én egy, tehát azért kértem szót, hogy ugye tudjuk jó, hogy a Széchenyi út, Alszegi út, meg a Törteli út egy nehézkes útkereszteződés, ott nem sokára még körforgalmak építése is lesz, tehát még nehézkesebb lesz, és egyre több kórházi dolgozó, illetve mentő hátulról közelíti meg a kórházat. És most a bizottsági ülésen már a céltartalékból 20 millió forintot felszabadítottunk, hogy a Lövölde utca vége és a kaszárnya szél helyretétele, hogy arról közelíthessék meg. De én nagyon szeretném, meg szerintem kell is, az Oroszlán utca vége és a kaszárnya szél másik oldalának is a rendbetételét, mert akkora lesz a forgalom, és hogyha körforgalomszerűen tudnának menni, akkor sokat enyhítene rajta. Már most is az ott lakók egyébként rendkívül ellenkeznek, vagy jelzik, hogy már ezt a pluszforgalmat nehezen viselik el, már ők is fekvőrendőr irányába terelnék a szót egyelőre. Bírtam őket lebeszélni erről. Tehát ezért lenne nagyon fontos az Oroszlán utca és a Kaszárnya szél másik vége oldalának is a rendbetétele. Az Oroszlán utcánál egyébként is a kántyúzást mi hamarabb meg kell csinálni, mert ez teljesen járhatatlan lesz már. És valamint a Kaszárnya szél, ugye ez a kórház oldala, tehát ott is megvizsgálni a lehetőségét, hogy mennyi és milyen parkolót lehetne létrehozni, mert ugye az arról jövő autók, azok már annyira benyúlnak, beparkolnak az utcákban, hogy ebből megint majd ellenállás fog következni. Mindemellett még a kátyúzás tekintetében hallom örömmel, hogy elindult, és szinte járhatatlan a Kékkő utcának a maradt része, ami nem lett le aszfaltozva. A gátyúzás tekintetében ugyancsak mondhatom, hát a Lövölde utca most, hogyha így kész lesz, ugye, akkor az már nem kell, de az Aszaló utca, a Szüret utcának a két széle, akasztószél, tehát ezeket is mind a gátyúzási sorrendben priorba be kell venni. Köszönöm. Köszönöm szépen. A priorlistát a Fidesz hagyta jóvá tulajdonképpen. Ugye, amikor a gimnázium ki költözött a Törteli útra, akkor én kértem a kórházat, hogy nyissuk meg hátul azt a kaput, ami rendelkezés áll, hogy onnan a dolgozók be tudjanak menni, illetve a mentők részére is egy megközelítési lehetőséget biztosítani a kórház irányába. Én egyetértek, hogy ott azt a részt rendbe kell tenni, de hát majd meglátjuk, hogy lesz-e rá pénz. Illetve akkor változtatni kell a prioristán. Tessék, Rimóci Gábor képviselő. Benne van a prioristában. Benne van? Akkor... Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Először is én köszönettel szeretném kezdeni a kérdéseket, mert azt hiszem az előző testületülésen kértem gyors segítséget a Reggel utcai játszótér csapadékvíz elvezetésében, nagyon be van dugulva és nem folyik el a csapadékvíz. Irodavezető úr Gulyka Attila tájékoztatott testületi ülés előtt, hogy megrendelésre került a munka, és úgy gondolom, hogy jövő héten el is kezdődnek a munkák. Tehát köszönöm szépen az intézkedést. Másik Csoki ház udvarán Molnár Éva közös képviselő jelezte számomra, és magam is tapasztaltam, hogy nagyon kátyús az a rész, és még a felmérésre sikerült, mert nagyon sok kátyú kimaradt a felmérésekből, tehát nem látszanak azok a felfestések. Kérem polgármester urat, hogy újra mérjük fel a Csoki házok udvarán lévő kátyúkat, mert nagyon nagy kátyúk vannak, már ki se lehet őket kerülni. Rákóczi úton grill mellett nem tudom, jelezték-e, hogy egy aknafedő megsérült, illetve hogy a Kölcsei téren a hajléktalanok most már nagyon zavarják az ott lakókat. Ez nem éjszakai tevékenység, tehát a közterülete felügyelőket oda lehetnek küldeni sűrűbben, mert hisz most már miattuk érhetetlen, sajnos nagyon sok alkoholt is fogyasztanak a téren. A polgármester úr segítségét szeretném kérni, hogy a rendőrség, illetve a közterület felügyelők fele jelezze már ezt a problémát. Jó, köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, jelezni fogom a rendőrségnek, a közterület felügyelőknek nincs jogosítványuk ilyen esetben intézkedni, a rendőrök tudnak és szoktak is, de jelezni fogom, hogy ott ellenőrizik jobban ezt a területet. Tessék, Ferenci, frakcióvezető úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt testület.
nagyon hatékony volt a gréder az öreg szőlőben, viszont van egy nagyon jellemzően rossz szakasz, vagy több szakasz is, mégpedig a Budai útba torkolló régi dűlőutak, most már utcákra keresztelt utak, közterületek. Azt csináltuk ugye, hogy a kerékpárút tisztántarthatósága miatt a sárrázókat meghosszabbítottuk és felszórtuk martaszfalttal. Ez némelyik utca tekintetében kettő, de legtöbb utca tekintetében egy éve történt meg. A Várvagnál hagytunk forrást martaszfalt vásárlására. Kérdezem, hogy lehetséges-e a csapadékos időjárással kigödrösödött utcáknak a felszórása vagy újraszórása. Hogyha nem lehet mindet, akkor kettőt szeretnénk nagyon jelezni, a Csókás József utcát meg a Must utcát, mert mind a kettő Holt Béli tájra hasonlít. Meg a Boglárka utcát csúgott képviselőasszony. Jó, itt van, művezető úr, hallotta a feladatot. Gondolom nem lesz akadálya, hogyha ez megvalósítható. Tessék, Károly képviselő úr, ismételten. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Igen, a Takácsné Gyaránat képviselő társamhoz csatlakozva én is nagyon-nagyon szomorú vagyok, mert a Vörösmalti téren ismét megjelent, felbukkant ugyanez a jelenség, ami a Bajcsi téri játszótéren napi szinten. Nagyon szépen megköszönöm a Várva Kft. Munkatársainak a gyors segítséget. Volt, hogy egy nap kétszer mentek ki. Hiába teszünk kamerát, mert a csúszdár belülről nem tudjuk bekamerázni. Tehát nem tudom, hogy mi a megoldás, de egyszerűen elkeserítő. Belecsinálnak a csúszdába. Ez az elmúlt egy hónapban 4 vagy 5 alkalommal kértem a Várva kollégáinak a segítségét. Azonnal jöttek is. Volt, hogy este 7 órakor. Volt, hogy reggeli órákban. Még egyszer nagyon köszönöm, Krisztián, a segítségeteket. De elkeserítő, tehát ez a jelenség ez ismét előjött. Azt hittem, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor erről beszéltünk, utána ez megszűnt, vagy alább hagyott, vagy nem is tudom. De nem, megjelent most ismét. Az elmúlt egy hónapban, mondom, 4 vagy 5 alkalommal volt, úgyhogy el vagyok keseredve. Amiért még szót kértem a kátyúzás tekintetében, hogy most elindul, tisztelettel szeretném én is jelezni, nem tudom, hogy milyen sorrendben fognak haladni, de hogyha itt ez elkezdődött, Attila mondtad, hogy ki lett adva egy keret erre vonatkozóan. Kráterek vannak a Desefi utcában például, vagy a Várkonyi István utca, a Csutakkámán sarkon is, Nyár utcában, Nádasdi utcában. Van több helyen, de a Desefi utca az kritikán aluli, tehát szinte járhatatlan. Úgyhogy amennyiben lehet, kérlek szépen, azt is vegyük figyelembe az első körben. És közvilágítás tekintetében pedig szeretném megkérdezni, hogy tavalyi költségvetésben fogadtuk el, csak a tervezés meg a minden miatt elhúzódott, vagy áthúzódott az idei évre a Vörösmarty téren a pumpapályánál közvilágítás kiépítése, illetve a Károly Laszív dűlőnél jó pár fényforrás feltétel, hogy esetleg ezekről lehet-e tudni, hogy hogyan állunk ezzel kapcsolatban. Illetve az idei költségvetésben a priorlistákban mondtad, hogy megérkeztek a lámpák. Arra gondoltál, amikor nem? Akkor itt is egy kérdés lenne, hogy az idei priorlistában szereplő lámpákkal kapcsolatban tudunk-e valamit, és azzal kapcsolatban mikor lehet előrelépés, amit a februári költségvetéskor elfogadtunk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mire a vezető úr, tudsz valami választ adni? Tisztelt képviselő úr, a tavaly évben megrendelt, és az idei évre áthúzódó közvilágítás kiépítése az június első hetében véleményem szerint elkészül. Az odavaló lámpatestek már megjöttek, és a vállalkozó tájékoztatása szerint így május végén, június elején kezdi el a munkát, úgyhogy szerintem hamarosan készen lesz. Az idejévi priorlistákban az ajánlatkérők kimentek mint a kivitelezésre, mind a sűrítése, mind a hálózat bővítése, ott még az ajánlatok nem érkeztek be, a lámpatestekre is bekértük az ajánlatokat, ott már az ajánlat beérkezett, de még megrendelésre nem került. Ennyit tudok mondani. Köszönjük szépen, Imregi Tibor képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Csak egy
néhány képviselőtársamhoz is fogok csatlakozni, itt Károly Ferencet és a Török Ignác utca kapcsán, hogy csak megemlíteni szeretném, hogy amikor a piac elkészült, ugyanezekkel a problémákkal küzdöttünk, nagyon hosszadalmas volt azoknak a garanciális munkáknak is a kijavítása, és csak egy gondolat, ahogy így ezt figyelem a városba, ezek a problémák akkor merülnek föl, amikor nem ceglédi, hanem külsős vállalkozóval dolgoztatunk. Ez csak egy megjegyzés. Elkészült a Szív utca nálam a körzetbe, hála Istennek nagyon jó minőségben, vízelvezetés, akadálymentesítés, aszfaltozás, úgyhogy minden kerül neki, a lakók is, úgyhogy köszönet a Flaster Kft.-nek a kiváló munkáért. Picit a fekvőrendőrrel kapcsolatban, én is járok az összekötő úton, már rajzolgatják rá a lakók színes krétával, tehát a jeleket, hogy ott van a fekvőrendőr, és hogy csatlakozzak hozzá, nálam is van a Kazinczy utcában egy fekvőrendőr, arra sem került még a mai napig semmilyen fölfestés, és ez kellemetlen. Van az a sárga festék, mert nagyon sok helyen festünk föl záróvonalat, ilyesmit, ami kibírja a fekvőrendőrön is, úgyhogy szeretném én is kérni, hogy a Kazinczy utcában is amennyiben lesz ilyen, akkor történjen meg a fekvőrendőrnek a megjelölése. És hogy a Kazinczy utcánál maradjunk, a kátyúzásnál, végigmentem a Kazinczy utcán, vannak rajta jelölések, de én szerintem még, én ahogy elnéztem, lehetne még rajta bejelölni kátyút. Tudom, nagyon rossz állapotú a Kazinczy utca, tehát körbe lehetne rajzolni egy nagy körrel a Kazinczy utcát, úgyhogy ha most megtörténik a kátyúzás ilyen tűzoltó munka kapcsán, én remélem, hogy talán a következő évbe és a következő ciklusba eljutunk oda, hogy a Kazinczy utca teljes hosszába le lesz aszfaltozva, mert jelenleg most a Folton Folt klubnak egy ilyen szabás minta lehetne, úgyhogy el lehetne készíteni róla valamiféle falvédőt. A Malomtérrel csatlakoznék a hajléktalanokhoz, ugyanez a probléma. Tele van hajléktalanokkal, alkoholfogyasztás, az óvodából nem tudják kihozni a gyerekeket a térre, mert állandó jelleggel ők uralják a teret. Az a kérésem, hogy hassunk oda, hogy a közterületen alkoholfogyasztás tilalmát érvényesítsük. Mert van ilyen rendeletünk, de mindenhol a tereket használják föl, tehát ezek az emberek arra, hogy ott kis kocsmákat, ilyen szabadtéri piknikeket rendezzenek be. És még egy másik kérdésem, hogy a Malomtérrel kapcsolatban, hogy jelen pillanatban a közvilágítás, hol tart a közvilágítás megoldása a Malomtéren? Köszönöm szépen, miért megadom a szót. Ismételten elmondom, hogy abban az esetben, hogyha közbeszerzést kell kiírnunk, és nem a helyi vállalkozó nyer, a törvény értelmében aki a legkedvezőbb ajánlatot adja, azzal kell megkötni a szerződést. Tehát ez nem kötött pályán vagyunk, ezt már több alkalommal elmondtam. Sajnos azt nem lehet kijelenteni, hogy előre, hogy csak helyi vállalkozó legyen. Jobb ajánlatot adtak, nem tudtuk azt mondani, hogy nem jöhetsz. Tessék képviselő, vagy irodavezető, közvilágítás. Tisztelt képviselő úr, a Malomtéri közvilágításnak ugye az iskola előtti két oszlopot kívánjuk rákötni a közvilágításra, annak a tervei elkészültek, le is lettek engedélyeztetve. Az ajánlatkérés megtörtént, parkvilágítási lámpatesetet, oda nem közvilágítás, hanem parkvilágítási lámpates kerülne fel, arra még nem kaptam meg az ajánlatot, de ha megjön, akkor meg lehet rendelni ott is a kivitelezést. Köszönöm szépen, magyar képviselő úr. Köszönöm a szót. Elnézést, azért késtem, mert megjöttek a tájépítészek a szabadidőpark fölmérésére, hogy milyen ütemben és milyen megoldásokat tudnak kitalálni. Gyakorlatilag lenne olyan, hogy most egy felét meg lehet csinálni szeptemberben induló pályázatból, a vízvisszatartás miatt, meg a zöld terület és milyennenféle élőhely kialakítása miatt. Ez nagyon gyors és precíz munka, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Várom az eredményt, hogy mit rajzoltak meg. Még egy észrevétel. Köszönjük, a Csengettyés utcánál kész lett az út. A vállalkozó nagyon gyorsan, precízen, pontosan megcsinálta.
Én arra kérném ott a polgármesterot, hogy a forgalmi rendváltozást egy kicsit majd nézzék át, de a többi utcában is. Mert úgy megnövekedett a forgalom a Hold utcán is. Tehát egy kanyarban mennek 50-60-nal az emberek, a Csengeti utcában meg kijön egy autó. Ott még nem törtek autót, mint csak egy napja van, de hát látja, ott lakik egy ismerősön pont az úttal szembe, és látja, hogy mik történnek. Fékcsikorgás, jön, megy mindenki. Keskeny az út, rossz helyen parkolnak az autók. Erről nem tudunk mit csinálni, hogy miért parkol. Azért parkol abban az oldalban, mert a másik oldalon már kétszer neki mentek a kanyar külső ívén az autójának. Úgyhogy szeretném, hogyha vagy forgalomlassítás, 30 kilométeres tábla, bármit meg lehet oldani, csak valamit kell, míg baj nem lesz. Köszönöm. Én úgy tudom, hogy a Csengettyűs utca még nem lett átadva a forgalomnak. A Csengettyűs utcában kialakításra kerültek parkolók. Ott ugye, ami a változás az a forgalmi rendben, hogy a külső Jászberényi út felől egyirányú, azért a Csengettyűs utca, a Jászberényi út és tulajdonképpen a temető középső bejárata közötti szakaszhoz az állami közútkezelő felügyelete alatt áll, a többi rész a önkormányzati, tehát ez egy ilyen hibrid utca, és a közútkezelő a terveket így engedélyeztette. A pandontja tulajdonképpen ennek a forgalomnak az a Sorház utca, amelyik a ellenkező irányba egyirányú, már most is, úgyhogy ezt tudom erre mondani. Azt meg mi is várjuk, hogy a Malomtó szélen, én még nem láttam a tanulmányt, hogy ez megérkezette vagy nem, de gondolom, hogy megérkezett, majd tanulmányozni fogjuk a tanulmányt. A alpolgármester asszony, parancsolja. Köszönöm. Ja, elnézést, erre válaszolsz, vagy bemaradtál? Nem kérem, gondolom. Jó, tessék. Hát azért kellene, hogy a lakosság véleményt is kellene kérni. A lakótelepen ott lakik a Sezetnyugati Sorháznál, és meg leparkol ellenkezően a Jászberényi útra, hogyha be akar menni másfelé, vagy a másodparkolt, körbe kell menni mindig. Tehát mindig a keresztet. Tehát gyakorlatilag lehet, hogy csak szokás kérdése náluk, de ezt kérték tőlem, hogy hát meg lehet fordítani a haladás irányt. Piros lámpa van, mindenki itt fog robogni végig a Temető utcáján, a Csengettyűs utcán, mert nem várja meg a piros lámpát. Mindenki menekülő utakat talál előbb-utóbb a városon belül is. Köszönöm. Jó, hát ezzel nem tudunk mit csinálni. Akkor az a baj, hogyha nincs megcsinálva egy utca, most meg az a baj, hogyha meg van csinálva egy utca. Az irányával az a baj. Az iránya az meg adott volt, mondom azért, mert ez egy hibrid utca, hogy az egyik fele az állami közútkezelő felügyelete alatt áll, és így kaptuk meg az engedélyt. Tessék, Tar Felicián, most már kinyomhatod. Ja, bocsánat, az alpolgármester azt mondja, csak közben, ne haragudjál. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót. Nekem is lenne egy pár problémám a körzetemben. Először is a Kossuth-Ferenc utca 12 szám előtti háznál, a Gíros pont előtt három darab biciklitároló lett kihelyezve, amit nem tartok helyesnek, és nem tartok ott azon a helyen indokoltnak. Én úgy gondolom, hogy elvettünk egy parkolót, egy autóparkolót, és ezt a biciklisek nem fogják használni. Én ezúton kérem a Várvag munkatársait, hogy bírálják felül, és szerintem szedjék fel ezeket a biciklitárolókat, mert lakossági bejelentés is érkezett, hogy az oda nem alkalmas, és személy szerint én is úgy látom, hogy az nem oda való. Másik gondom, a Szent Imre Herceg utcai zöld területek nagyon elhanyagolt állapotban vannak. Én többször jeleztem már, mert ott a környéken van egy idős bácsi, aki heti rendszerességgel tájékoztat a bokrok állapotáról. Én többször jeleztem az elszáradt ágakat, mindig azon volt a válasz, hogy a tavaszi munkák során majd sor kerül rá. Hát sajnos szomorúan tapasztalom, hogy a járdára kilógnak a bokrok. Kérem a zöld területtel megbízott vállalkozót, hogy menjen és tegye rendbe azt a környéket.
két állatos problémám van. Az egyik, mind a kettő nagyon hangsúlyos, az egyik, hogy patkányok vannak a belvárosban. Sajnos több utcáról is kaptam jelzést, a hivatal ügyintézőjével felvettem a kapcsolatot, azonnal kihelyeztette a patkányfogó eszközöket, felhívtuk a Bácsvíz munkatársát, és ott is kértük, hogy a csatornákat ilyen gázosítással próbálják megtisztítani, tehát dolgozunk rajta, de sajnos azért 2024-ben ez nagy, nagy gond egy belvárosi körzetben. Galamb helyzet. A múltkori testületi ülésen döntés született arról, hogy a galamb gyérítésre egy bizonyos mennyiségű pénzt szavazott meg a képviselőtestület. A hatósági iroda vezetőjével körbejártuk, hogy esetleg új vállalkozót is próbáljunk keresni, és találtunk is ceglédi vállalkozót, illetve cegléd környéki vállalkozót, aki vállalná a galamb befogásokat, és megnyugtatom képviselőtársamat, hogy napi rendszerességgel a befogott galamboknak vizet tudnának biztosítani. Tájékoztatott a helyi vállalkozó, hogy az állategészségügyi felügyelettel együttműködve fogják a galambokat kiengedni, tehát megvan ennek a menete, hogy hol lehet őket elengedni, tehát olyan helyre kell vinni, ahol egy megfelelő életterük van, és nem jönnek vissza a városba. A szerződés folyamatban van, és meg fogjuk kötni a vállalkozóval a szerződést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Alá van írva a szerződés a részünkről. Már ez a galambcsapdás, én is kíváncsian várom, de azért azt tegyük hozzá, hogy alapvetően társasházak esetében, mert engem is megkerestek, azért a társasházak is tehetnek azért, hogy mondjuk a padláson nem engedik, hogy oda fészkeljenek. Ami újdonság ebben az egészben, hogy nagyon jó, hogy zöldülünk a különböző napelemek föltételével, de újabban azt tapasztaljuk, hogy a napelemek alá fészkelnek a galambok. Ez is a társasházoknak a feladata, hogy ne engedjék. Ezzel nagy mértékben tudnánk csökkenteni az ilyen jellegű dolgokat, illetve örömmel tapasztalom, amit kértünk, hogy ugye a köztisztasági szerződésünkben van arra vonatkozóan előírás, hogy igenis megfelelően kell a járdákat takarítani, és mintha ebben valami pozitív elmozdulás lenne. Ami a Szent Imre Herceg utcát illetén, vagy pénteken, vagy hétfőn már jeleztem a főkertésznek, fényképekkel támasztva, vagy alátámasztva, hogy lakossági bejelentés alapján, hogy ott bizony rendet kell csinálni, belógó vajakat ritkítani kell, ott van egy széttört pad is, azt is helyre kell hozni, tehát ez ígéretet kaptam rá, hogy folyamatban van ennek a rendbetétele. Tarsz Elicián képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr, én is tisztelettel köszöntök mindenkit. Szomorúan tapasztaltam én is, hogy a 12 iskola dűlőben a egy híján az összes szolárlámpatestet eltávolították, ellopták ott is. Ugye itt hallottam korábban Klément György képviselőtársamtól, és ugye, hogy sajnos előfordul mostanában ez viszonylag többször. Hát először is ugye annak idején azért szorgalmaztam ezeknek a kiépítését, hogy az ott lakók, ugye ez egy viszonylag forgalmasabb dűlő, diákok, óvodában dolgozók, iskolában dolgozók ugye ezen a szakaszon járnak ki, és itt ugye nem volt lehetőség arra, hogy hálózatról működő lámpatesteket lehessen telepíteni. Szeretném kérni ezeknek a pótlását. Ugye irodavezető úr tájékoztatott, hogy feljelentés van az ügyben, tehát de hát remélem, hogy ebből nem lesz tendencia. Nagyon nehéz kérés ez, de hogy a telepítés során nem tudom, hogy lehetne ezt a szempontot, hogy ebből a szempontból telepíteni ezeket a lámpákat, hogy valamiféle védelemmel, de tudom, hogy ez egy nehéz dolog, de ezt is szeretném kérni, hogy esetleg erre a jövőben figyelmet fordítani. A másik kérés, óvodai dolgozók jelezték, hogy ismét, illetve ugye már többször felmerült a kóborebekkel kapcsolatos probléma,
ugye volt az év elején is hatósági állatorvosi ellenőrzés a gyepmesterrel karöltve. Ismét szeretném ezt kérni, hogy polgármester úr is szorgalmazza, hogy ezek a ismétlődjenek meg a jövőben is. Továbbra is szükség van rá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérem képviselő urat, hogy két sor vagy pontosan melyik területen kéri ezt a vizsgálatot, ez az egyrészt. Másrészt irodavezető úr úgy tájékoztatott, hogy a szolárlámpák eltulajdonítója beazonosításra került, és talán egy-két szolárlámpa meg is lett, de erről légy szíves tájékoztasnál. Tisztelt képviselő úr, valóban beazonosításra került az elkövető. Kettő darab szolárlámpa lett meg, de az egyik el van törve, az egyik talán használható, de még nem kaptuk vissza, a többi állítólag eladásra került. Ezeket a lámpákat vissza tudjuk, vagy tudjuk pótolni, hogyha lesz rá fedezet, de igazából a végleges megoldás az lenne, hogyha oda is meg lenne tervezve a közvilágítás. A mostani ott lévő oszlopokra nem lehet tenni közvilágítási lámpatestet, mert azok középfeszültségű oszlopok, de véleményem szerint lehetne terveztetni oda egy normális közvilágítást ezeknek az oszlopoknak a túloldalára, és akkor megoldódna a jövőben ez a kérdés. Köszönjük, Klément György képviselő úr. Köszönöm a szót, ismételtem. Az alpolgármester terasszony ihlette bennem ezt a kérdést, aki növényekről beszélt, hogy miért szárad ki minden növény a Városháza udvarán. Ugye itt ünnepség sorozat 660 éves város, ebből is sokan jönnek, de egyébként is éppen rengetegen jönnek ide be, de magunk szemének a gyönyörködtetésére is, ha ez egy kezelt, ápolt udvar lenne, akkor ez szerintem elképesztő és megengedhetetlen. Mondjuk nem jól mondtam, mert egy növény díszlik egy betyárkóró. Az úgy látszik jobban bírja az aszályt, mint a többi. A másik hozzászólásom, kérdésem, ugye nem kérdés, hanem ez hozzászólás, mert a galambokkal küzd a mezőgazdaság is, mint mondtam, és most az Agrárkamara is zászlajára tűzte, hogy a galambokkal mit lehet kezdeni. Mert ugyanezek a galambok, akik itt bent fészkelnek, piszkítanak, laknak, azok kijárnak, és kieszik a telepített vetéseket. És a vadászok lövik őket, de mint erre több vadásztársággal egyeztettem, csak rendkívül módon tanulékony jószágok, és az a 80 méteres ható sugaron kívül mennek, és ahogy érkeznek, vagy közelebb érnek a vadászok, rögtön elröppennek. Tehát nehéz velük megbirkózni, megküzdeni. De azon a vonalon is zászlóra van tűzve az ellenük való küzdelem. Köszönöm. Köszönjük szépen. Ferenci frakcióvezető úr, tessék. Köszönöm szépen, ez már nem annyira kérdés, inkább javaslat vagy felajánlás. A patkányírtás vagy rágcsálóírtás vonatkozásában ugye nem csak az önkormányzat lehet kötelezett, hanem adott esetben intézményeknek is kötelező évente ezt a tevékenységet elvégezni. Köznevelésieknek, szakképzésieknek biztos, de valószínű vendéglátósok is vannak hasonlóra kötelezve. Úgyhogy ha ebben összehangolni lehetne ezt az akciót és egy időben csinálni, akkor biztosan hatékonyabbak lennénk. Ezt saját tapasztalatból is tudom mondani. Illetve a galambokhoz még csak annyit, hogy a földterületekről nagyon hiányoznak azok a fasorok, amiket a gazdák az elmúlt időszakban a hatékonyabb földművelés miatt kivágtak, úgyhogy reméljük, hogy az Agrárkamara abba az irányba is mozdul, hogy ezek a fasorok visszakerüljenek. Szépek is egyébként, meg hasznosak is a galambok fészkelése kapcsán. Hogy lehessen koronasétát csinálni. Tessék, Takácsné Győri Anett. Köszönöm szépen a szót. Bajcsi Zsilinszky út, nagyon szép lett a Mizsei út felújítása. Én szeretném kérdezni, vagy illetve megkérni polgármester urat, hogy kezdeményezzen tárgyalást a közútkezelővel, hogy esetlegesen a Bajcsi Zsilinszky mikor várható. Szerintem sokkal ramatyabb állapotban van. Most már olyannyira, főleg ahogy a Pesti úti kereszteződéshez közeledik az út, hogy az szerintem biciklivel életveszélyes. Konkrétan ilyen 50-60 centire van megsüllyedve az út. Gondolom ez a nyári meleg. Igen, teljesen szétesett az út.
így van, a másik ugyancsak ezzel kapcsolatosan csapadékvízrendezés a Balcsa-Zsilinszkén. Tudom, hogy közúthoz tartozik, de ugye, ha jól tudom, az egy gyűjtő rész lenne a Balcsi. Ott sem az árkok nincsenek rendbe téve, se takarítva. Volt a Déli utca sarkán egy gáz szivárgás kapcsán, amikor belenyúltak az árokba. Én akkor próbáltam ennek utána érdeklődni, és azt mondták, hogy tulajdonképpen az árkok nem is nagyon funkcionálnak, és nem vezetik a vizet sehova. Ezt szeretném kérdezni, hogy a Balcsa-Zsilinszki az valóban vezeti-e még a vizet, ott történik-e árok rendbetétel, mert most is az árkokban áll a víz. És ha már a Balcsin járunk, a lámpás kereszteződés kapcsán elkészültek a tervek. Az előző ügyvezetővel én folytattam tárgyalást, hogy kértem, hogy egy bejárást kezdeményezzem, ahol természetesen polgármester úr is ott legyen, a közútkezelő is ott legyen, és mi is, mert az elkészült tervek azért nem teljesen... úgy gondolom, hogy jó tervek lettek, illetve Konyhaágnessel közös körzes határon vagyunk, úgyhogy együtt szerettünk volna ott lenni és átbeszélni, hogy mit lehet ezekkel a tervekkel kezdeni, vagy milyen módosítás szükséges, mert véleményünk szerint ezek a tervek nem jók. Ezután szerettem volna még érdeklődni, hogy lehetséges lenne még ebbe annak ellenére, hogy most ügyvezetőváltás történt, újabb tárgyalást kérni, meg egy bejárást, hogy lehetne ezeket megoldani, ezt a keresztet, mert természetesen a forgalma az nem változott azóta sem, és nagyon nagy türelem kell, hogy ott valaki ki tudjon hajtani a Pesti útra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tudom, hát a terveket jó hagyta a közút, én úgy tudom, úgy emlékszem, és ott egy teljesen önálló lekanyarodó sáv építése válik szükségessé, és volt már ezzel kapcsolatos bejárás is annak idején, mert pont a buszmegállónak az elhelyezése, a Pesti úti buszmegállónak az elhelyezése kapcsán különböző variációk merültek föl. Ami a Balcsa-Zsilinszki út rekonstrukcióját illeti, hát talán egy hónapja, másfél hónapja írtam a Pest megyei közútkezelő vezetőjének, és a válasz az volt, hogy abban a pillanatban, ahogy forrásuk rendelkezésre áll, akkor meg fogják csinálni. De ő nem tud jósolni semmit, nekik önállóan így előre költségvetésük nincsen, ha föntről kapnak ukázt és hozzá pénzt, akkor természetesen megcsinálják. De írhatok megint, ugyanezt a választ fogom kapni. Úgyhogy csapadékvízre nem tudom, meg kell nézni, hát irodavezető úr parancsolja. Tisztelt képviselőasszony, megnéztük már többször. Ugye a Street Tune vissza lehet menni legalább 2011-re vagy 2013-ig az utcaképek tekintetében. Hát szinte egy évtizede úgy gondolom, hogy elvesztette a csapadékvíz elvezető képességét ez az árokrendszer. Jelenleg szikkasztvárokként működik, tehát ezt valószínűleg újra kellene terveztetni és megcsinálni, mert szerintem, véleményem szerint azt nem lehet most már olyan állapotba hozni, hogy az a korábbi funkcióját betöltse. Ha egyáltalán az volt a korábbi funkciója, régi terveket elő kell venni, hogy az elvezesse a csapadékvizet valamelyik irányba. Tehát olyan szinten vannak feltömődve, illetve az áterszek olyan rossz állapotban vannak egymáshoz képest, hogy jelenleg szikkasztóárokként működik. Jó, köszönjük szépen. Csak egy gyors közútkezelőhöz tartozik a csapadékvizelvezetés is? Ezen mindig viták mennek a közútkezelővel. Véleményem szerint ez a szakasz hozzánk tartozna, de utána fogok nézni. Jó. Köszönöm szépen. Azt hiszem, kimerítettük az egyetek témakört. Ezt a lezárom. Tessék. És szünetet nem tartunk. Kérem, hogy akkor a zárt ülést kezdjük el.